Ugye Valentin nap már elmúlt, így nem a meglepetésekről és az ajándékokról fogunk beszélgetni a következő percekben, hanem a jó kapcsolat titkáról, méghozzá a Polip zenekar két oszlopos tagjával, Csernák Tiborral és Mónikával. Sziasztok, jó estét! Hát nektek van időtök hétközepén Valentin napot ünnepelni, vagy inkább a hétvégére toljátok majd ti is? Hát most ez munkával telt ez a Valentin nap, de közösen dolgoztunk. A mi házasságunkban az az érdekes, hogy a legtöbb házaspár eltérően együtt vagyunk a munkahelyünkön, együtt vagyunk a fellépéseink során, sőt a hétvégén, hogyha van fellépésünk, akkor a hétvégét is gyakorlatilag sübefővel együtt töltjük. Tehát nagyon kevés olyan időszak van, amikor mi egymástól külön is létezünk, hogy így mondjam. Ugye ezt nagyon sok házaspár vágyja, hogy milyen jó lenne, hogy a többet lennénk együtt, mert hát végül is a nap nagy részét általában az emberek külön töltik. És valaki pedig úgy gondolja, Isten őriz, hogy a feleségem még ott is ott legyen velem, vagy a férjem, hogy milyen jó, mert akkor feltöltődnek. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk van. A kapcsolatunk első 5 évében a nap 24 óráját töltöttük együtt. Tehát még a gyermekünk meg nem született, aztán jöttek a lazább külön programok, egy focizás, meg edzőterem, ilyesmi. De tényleg, tehát... Igen. Tibor összeszámolt a múlt héten, hogy mi a 28 év alatt, tehát 24 éves házasok leszünk, ilyen 20 napnál többet nem töltöttünk egymás nélkül. És amikor külön vagytok, az hogy élitek meg? Vannak ilyen elvonási tünetek? Hát azért úgy telefonálunk, tehát napközben is, mióta ugye a mobilok már egyre jobban elterjedtek, mert az elején, amikor mi még összekerültünk, akkor még az első mobilunk az egy nagy táskás mobil volt, és csak egy darab mobilunk volt, ez eddig is meg egyáltalán. De az esténként, tehát hogy na oké, akkor itt vagyunk, most fekszünk, mit csinálunk, ott csinálunk, és akkor elmondom, hogy na most fekszünk le aludni, és akkor közben utána meg gyorsan elmegyünk még valahol bulizni. Lehet, hogy az a hosszú párkapcsolat titka, hogy ti gyakorlatilag átmulatjátok, átbulizzátok az életetek egy jelentős részét, mert szerintem azért ezt a zenét csak szívvel lehet csinálni, mert egyébként már biztos, hogy feladnátok, ha nem élveznétek. Ez így igaz, tehát szívvel kell csinálni, de ha valaki azt mondja, hogy ez csak szórakozás, nem munka, azért az ilyen nem igaz, tehát ilyen formában. Fárasztó. Tehát persze, meg hát ez korral jár, tehát minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben pihenjük ki ugye a vasárnapot, vagy a vasárnapon, de tényleg szívvel lélekkel kell csinálni, mert ezt amúgy nem lehet. Tehát úgy megyünk fel a színpadra, hogy ne lássák azt, hogy most tényleg valakinek esetleg 40 fokos láza van, vagy itt fáj, ott fáj, megoldjuk. Tehát ezt szokták mondani, hogy profizmus. És ugye általában azért az emberek örömteli életeseményein vagytok ott, és azt még tovább fokozzátok. Ugye mennyivel jobb ilyenkor énekelni? Ilyen rossz lehet azoknak, akik mondnak, mondjuk temetésen kell énekelni, egy kicsit kellemetlenebb helyzet. De gondolom, hogy például amikor esküvőn énekeltek, és látják, vagy a mennyasszonyok, vőlegények tudják, hogy bizony mögöttetek már több mint 2 évtized van, akkor lehet, hogy valóban kíváncsiak a titokra. Meg lehet ezt fogalmazni tényleg, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki boldogan, nem csak hogy fog összeszorítva tudjon házasságban élni, mert apropó a házasság hete is éppen most van. Hát az a furcsa, hogy többnyire nem tudják a párok, ugyanis az van, hogy teljesen külön kezeljük azt a dolgot, hogy a munkahelyen, tehát a hangszerboltjainkban, külön kezeljük, amikor a zenekar van, ott Móni a zenekar énekesnője, és ugyanúgy megszidom mondjuk, hogyha hibázik, vagy ugyanúgy megdicsérem, hogyha jó. És a párok emiatt, mivel hogy ott mi semmilyen úgymond ilyen intim érintés, kontakt, vagy készülelke kontakt nincs. Nincs püsziszkodás, ülelkezés. Ezért gyakran meg is kérdezik, hogy akkor neked végül is ki a féled a zenekar, vagy akkor mondja, hát a Illentyűs. Viszont visszatérve a kérdés második felére, én azt gondolom, hogy pont ez a picit külön választás is benne szerepet játszik, hogy ezt lehet sokáig itt csinálni, hogy a zenekari tagok ne érezzék, hogy én most megkülönböztetem, mert úgy ő a feleségem például, vagy a boltban ő gyakorlatilag a boltunk egyik dolgozó üzletvezetője, és hogy ott is ez külön váljon. Hát a másik meg, ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor az ember például választ, akkor a belső megérzésére kell hallgatni, és figyelmen kívül kell hagyni minden más ilyen számítás, most akár anyagi értelemben, akár ilyen, hogy na majd így lesz, meg úgy lesz, mert csak a megérzésekre kell hagyatkozni, és ami nagyon fontos, hogy meg kell tartani ezt a fajta ilyen baráti szálat, hogy mi konkrétan szeretünk együtt lenni, tehát mi el tudunk menni úgy nyaralni, hogy csak ketten megyünk, nem társasággal, és akkor akár egy hétig
Sőt, jobban szeretünk. Igen, hogy ketten vagyunk, és meg tudjuk őrizni azt a fajta barátságot, és szeretünk egymás társaságába lenni. Tehát nem kerüljük a, mondjuk a hazamenetet, hogy még kicsit kitolom, hogy még később, hanem ez, hogy na jó, mert hazamegyek, és akkor otthon jó lesz lenni. És ugyanúgy tudtok beszélgetni például, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt? Mert igen, én azt látom azért a párkapcsolatokban, hogy egy idő után ugye elszürkülnek a témák, már elmondtuk minden sztorit, tudjuk az összes poént, és akkor valahogy marad a napi rutin, ez a hova, mikor, ki, hány úr, akkor hol legyen, mi a holnapi feladat, ami azért hát kevésbé romantikus, mint mondjuk egy kapcsolat elején. Tudunk beszélgetni, meg hát ugye mi jó néhány éve kettesben vagyunk, ugye 15 éves volt a fiunk, amikor legelőször elkerült messzire tőlünk, az 4 évig, utána 1 évre hazajött, de most ugye megint, tehát Kaposváron, és mi nagyon sokat vagyunk így kettesben. Nekünk muszáj is, tehát, de nem csak a napi dolgokat beszélgetjük, meg tényleg mi történt az én családomban, nekem ugye nagy családom van. Viszont a másik rész, hogy úgy el tudunk utazni Pestre kettesben kocsival, hogy egy szót nem szólunk egymáshoz Pestig. Nem azért, mert nem akarunk, vagy nincs témánk, hanem olyankor a csöndesik jól. Tehát ilyenünk hát, is van. Aki körül állandóan dübörögnek a decibelek, el is hiszem, hogy jó dolog feltöltődni. Ez az év hogy telik? Ilyenkor már előre tudjátok, február körül, hogy körülbelül mennyire lesztek elfoglaltak? Hát annyira, hogy a zenekar tagokkal megegyezünk mindig, hogy melyik az az időpont, amit kiadjunk nyaralásra, és akkor mindig az az időpont, most ugye július végi időpont, és muszáj már ezt szinte így betervezni, hogy na ekkor megyünk, mert muszáj alkalmazkodni a felkérésekhez, és akkor ott hagyunk egy ilyen lukas hétvégét, ahol úgy nemet mondunk, vagy eláruljuk, hogy miért, vagy pedig nem, mert már volt olyan, hogy ráveszettek, hogy ne menjetek, mert akkor inkább mégis ide, és majd máskor mentek, meg ilyenek. Tehát így látjuk előre nagyjából így az évünket, tehát tudunk nagyjából tervezni vele. A beszélgetésre visszatérve meg mi, hogy 3 szakmai síkon is találkozunk, egyrészt a bor, másrészt a zenekar, illetve a harmadik, az már nem szakmai, az a család. Néha beszélgetésünk ilyen számokból áll, hogy megrendelted az SKB 002-ből a 6 darab, meg azt küldik, jó, oké. Meg vannak a kódok. Ha családra még visszakanyarodunk, ugye a fiatok profi futballista, ő nem lett zenész, de azért nyilván ott van a vérében, meg ő is szereti a zenét, és hát egy nagyon helyes fiatal férfiről van már szó, akinek szerintem nem olyan egyszerű talál már a pár választás, mint annak idején a mi generációnknak volt. Tudtok-e nekik például tanácsot adni, vagy próbáljátok-e megóvni az érzelmi viharoktól, vagy a nehézségektől? Tudnánk tanácsot adni, de szerintem ezek a mai fiatalok már nem nagyon fogadják el ezt. Tehát ő például, remélem nem fogja látni ezt a műsort, ő abban a hibában esett bele, hogy egyes barátnő, kettes, egyes, hármas, egyes, tehát az egyes az visszajött fél évente, mert az volt az első nagy szerelem, és ő azt gondolta, hogy ez, de már most rájött, hogy nem, tehát próbálnánk mi tanácsot adni, tényleg az első szakításánál vele együtt sírtam, tehát ő sírt az egyik szobában, én a másikban, de majd rádöbbenő erre, hogy ki az igazi, hogy nem a külcsin a lényeg, hanem hogy majd megérezze azt, hogy ki lesz az ő gyermekeinek az anyja. Hát, amiről ugye Tibi beszélt, hogy ez a bizonyos belső megérzés. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy olyan csajt kell keresni, vagy fiút, akivel tudunk öregkorunkban is nevetni, mert a ez gravitáció az úgy is mindent. Tehát nálunk a humor az annyira fontos volt a párválasztásnál is, a mi közös gyermekünk is, Tibinek is a nagylánya, tehát ha mi 4-en együtt vagyunk, akkor... Tehát nem ismertek szóval, tréf, hát, illetve ismertek tréfát. Tehát tényleg, tehát annyira fontos, hogy jó humora legyen egy embernek, szerencsére mindenki gyerek ilyen lett. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, beszélgethetnénk akár még éjfélig is szerintem, hiszen kimeríthetetlen téma a zene, a szerelem, a kapcsolatok, és hát ugye már van annyi bölcsességünk, hogy tényleg sok okos tanácsot tudnánk adni a fiatalabb generációnak. Nagyon szép hétvégét, és köszönjük. További szépen a meghívást, viszont kívánjuk. Köszönöm szépen, további szeretet és szerelemmel telt éveket kívánunk.